És arra gondoltunk mindenképpen, hogy semmiképp ne merüljön feledésbe ez a program, ennek a tematikája sem, tehát ezek után úgy gondoltuk, hogy ha két éve korábban nem is, de ebben az évben mindenképpen megrendezzük a levéltári napunkat. Immáron 25. alkalommal a Tolna megyei levéltár szakmai eseményére a hagyomány szerint novemberben került volna sor, de a fennálló energiaválság miatt idén korábban rendezték azt meg. És minden levéltári napnak van egy tematikája. Ezt minden megyében másként szokták intézni, van, amikor ez a tematika úgy épül föl, hogy több megyéből, esetleg az ország különböző részeiből, akár határokon túlról hívnak szakembereket. Mi ezt egyszerűen oldjuk meg. Mi arra gondoltunk, hogy nem külső emberekkel, hanem általában a mi saját szakembereinkkel szervezzük meg a levéltári napunkat, amikor ők tulajdonképpen bemutatják azokat a munkáikat, azokat a vállalásaikat, amiket a dokumentumok feldolgozása kapcsán hát a munkaterőben is szerepeltettek. És ilyen módon, bár tematikánk az mindig van, ebben az évben éppen a Tolna megyei egészségügy, de valamennyi alkalommal arra törekszünk, hogy a saját szakembereinek egyfajta fórumot, egy lehetőséget nyújtsunk. Ma 6 előadást tartunk, ebből 4 előadás lesz, amit a mi szakembereink tartanak meg, akik ma is dolgoznak. Egy nyugdíjas kolléganőnk egészíti ezt ki, valamint egy nyugdíjas mozgalmas kollégánk, aki néprajzzal foglalkozik, tehát ilyen módon kapcsolódik be ebbe a területbe, az egészségügynek a problematikájába. Ezt az egész témakört egyébként 2 évvel korábban terveztük volna, csak hát a pandémia ebben minket meggátolt, és ennek kapcsán arra gondoltunk, hogy akkor ne felejtsük ezt el, hanem kicsit későre téve ugyan, de ha később is van, de mindenképpen tartsuk meg ezt a előadás sorozatot, ami erről szól. Elsőként Maulling Dóra főlevéltáros tartott előadást, Anno Domini 1739, egy pestis járvány levéltári lenyomata Tolna megyében címmel. A téma a szószoros értelmében természetesen nem aktuális, hiszen a betegség napjainkban csak szorványosan fordul elő. Mégis az elmúlt években újonnan megjelent vírusfertőzés ráirányította a figyelmet az egészségügyi tárgyú történeti és levéltári kutatásokra, régmúlt idők ragályos megbetegedéseire, ilyen például a 18. századból a pestis, a 19. századból a korera, a 20. század elejéről a spanyolnátha. A török, majd a kuruc-labanc harcok után lassacskán újra települő és újjászülető vegyére 1739-ben sújtott le újra az utolsó egész országra kiterjedő, sok emberéletet követelő 1738 és 43 közt dúló pestis járvány. Az előadásban a járvány megyei terjedésének felvázolása mellett szeretnék ízelítőt adni a pestissel kapcsolatos irataink segítségével azokról a helyzetekről, amelyek ebből adódtak. Maga a program azt jelenti, hogy minden esztendőben próbálkozunk azzal, hogy a levéltárnak a szakmai munkáját kifelé megismertessük kicsit jobban a közönséggel. Általában az a közvélekedés, hogy a levéltár egy zárt intézmény, oda be lehet igazából menni, különböző dokumentumokat halmozodnak, Isten tudja milyen célból. Hát a lényeg ebben az, hogy ennek mind van tulajdonképpen egy hétköznapi értelme, ami arra utal mindig, hogy a dokumentumok az nem egy holt anyagot jelentenek, hanem a jóval korábbi, tehát néhány száz évvel korábbi hétköznapi életre nyújtanak némi képet a számunkra, és nem csak a számunkra, hanem az érdeklődő közönség számára is. Mi arra törekszünk, hogy akiknek van némi közel levéltárhoz, vagy azokkal a társintézményekkel tegyük a kontaktus szorosabbá, és aki némileg érdeklődött eddig is a levéltár iránt, tehát akár kutatóként minket fölkeresett, akár ami hivatalos ügye volt a levéltárban, azok számára talán még inkább bebizonyosodik, hogy a levéltárnak milyen fontos szerepe van a múltnak a föltárásában. Tehát én inkább azt mondanám, hogy nem annyira a hétköznapi emberek számára, hanem akik eddig levéltár iránt érdeklődtek, vagy kapcsolatba kerültek az intézménnyel, azok számára válik világosabbá a levéltárnak az egész jelentősége. Magánemberek is látogathatják a levéltárat, sőt, többen hivatali ügyintézés miatt keresik fel az intézményt. Hiszen a 20 évnél korábbi iratok azok a levéltárba kerülnek,
és hát rengeteg olyan megkeresésünk van, amivel külön három kolléga foglalkozik, ők a levéltári kezelőink, akik nem a szakmai munkát végzik, hanem a hivatali tevékenységet, aminek persze határideje van, ügyfélkapun keresztül kell dolgoznunk, tehát mondhatom azt, hogy előbb-utóbb mindenkinek lesz dolga a levéltárral, valamilyen családi bonyodalom, akár örökség, akár bármi más ügy folytán. Mindenki számára lehetőség adott, ezért szoktuk régebben egy nagyobb helyszínen rendezni ezt, tehát ahol több a befogadó képesség. Sőt, hát meg kell mondjam, hogy hát a legtöbb levéltári nap arról szól, hogy a szomszéd megyékből is szoktunk várni látogatókat, sőt, mi is ilyeneket részt szoktunk venni a többi szomszéd vármegyénél. Hát erre idén most nem kerül sor, megint csak a kialakult helyzet miatt. És hogy miért tartja fontosnak az igazgató a szakmai napok megtartását? Egyrészt ez egy hagyomány, tehát ennek a fenntartását szeretnénk megőrizni, hogy évente tartsunk levéltári napot. A másik pedig, hogy miután mindig össze szoktunk ülni a kollégákkal, hogy milyen tematikát dolgozzunk ki, tehát milyen tematikára építsük fel a levéltári napot, ez annál is inkább fontos lenne, mert a kollégáknak hát egyfajta kívást is jelent, hogy erre fel kell nyilván készülni, erre kutatni kell, írott dokumentumokat kell felhasználni, tehát amilyen módon összegzést kell tenni arról a munkáról, amit folytatnak, mint szakemberek a levéltáron belül. Ezért tartom fontosnak, hogy ezt megismételjük. Az egy más kérdés, hogy fontos lenne az is, hogy esetleg bevonjunk más intézményeket, akár más megyei munkatársakat, akár országos szinten kiváló szakembereket, de ez egy másfajta lehetőség kell, majd egy másfajta körülményrendszer. A levéltár egyébként még mindig a megszokott időben várja a látogatókat, decembertől viszont valószínűleg csökkentik majd a nyitvatartási időt.